sokszor fordul elő, hogy különböző közösséghez meghívnak. Az említett küldetésfilm adott okot erre a Szapora meghívásra, mert az a küldetés című filmet, amit Kósa Ferenc készített velem, vagy rólam, azt sok helyen lejátszották az országba, és sokszor mentünk mi a filmmel együtt, úgynevezett filmankétra. Levetették a filmet, utána emberek kérdeztek, mi válaszolgattunk, és ebből egy nagy országjárás lett akkor, 1977-ben mutatták be. És azóta már nagyon sok helyen voltam, egy időben Kósa Ferenc a filmrendezőjével együtt, aztán a film meg én, aztán csak én. Úgy éreztem egy idő után, hogy van mondani valóm, illetve azt gondoltam, hogy rájöttem valamire, lehet mondani, hogy súlyos személyes tapasztalatok alapján, és olyan kérdések tisztázódtak bennem, ami sok emberrel előfordult ugyanígy, de sok emberrel nem fordult elő, hogy eljusson arra a nyugvó pontra, amely nyugvó pont vagy állapot után mindig is vágyódik az ember, amiről nem tudjuk, hogy az milyen. Mert ha elképzelhető lenne, akkor az más. De amire vágyódunk, az egész más, mint amit elképzelnénk. És soha nem akkor kapjuk meg ezt az állapotot, talán mondhatom áldott állapotnak, amikor számítunk rá, vagy amikor reméljük, hogy na most megoldódik az életünk. Mert az emberek nagy része a vágyak világában él, és a vágyak világából való kiszakadás okozhat egy olyan felismerést, egy olyan megnyugvást, ami csak körülírható. Nem lehet megfogalmazni egy árva szóval. Ha egy szóval kell megfogalmazni, azt hiszem, hogy Jézushoz kell fordulni, aki erre az állapotra azt mondta, hogy békesség. Mikor megjelenik a tanítványoknak feltámadása után először Jézus, ezzel üdvözli a tanítványokat, békesség nektek. És erre az állapotra utalt. Mindig hozzá kell tenni, hogy én szerintem. És tehát békességet akart adni. És mi pedig úgy gondoljuk, hogy az életünk megoldódna, ha ezt elérnénk, ezt elvégeznénk, ezt megszereznénk, ezt megörökölnénk, és akkor abba az állapotba jutunk, ami igazán nekünk való, amire ki vagyunk találva. Holott én ezt nem így látom, pontosan tagadom, mert ez az állapot, mondom, hogy áldott körülmény, amiben talán az ember nagyon sokáig nem is tartózkodhat, mert elégne benne. De ízlelőtőt kaphat az ember abból a körülményből, amely vár majd rá halála után. És erről szoktam beszélni. Van, aki egyetért vele, van, aki nem, van, aki megérkezettnek tekinti magát, lehet, hogy meg is érkezett, de saját tapasztalat alapján szoktam elmesélni, én hol tapasztaltam meg, mikor tapasztaltam meg. Én gyerekkoromban, amikor 15-16 éves voltam, egész biztos voltam abban, hogyha öttusában nyernék egy világbajnokságot, életem végéig olyan boldog lennék, hogy azt tőlem soha senki el nem vehetné.
Azt gondoltam, hogy a boldogság az itt van valahol a rekeszizom tájékán, meg itt az embernek a nyakánál, amelyik szorulni szokott, hogyha olyan körülmény van, például hindusznál, és azt gondoltam, hogy itt tartózkodik, és hát ha kezem, lábam levágják, a boldogságot nem tudják elvenni tőlem. De ez is érdekes, hogy én akkor Nyíregyházán éltünk, édesapám volt ott evangélikus lelkész, és Nyíregyházán Savanyi Jóska, vagy senki Alfonz arról álmodozik, hogy ő öttusában szeretne világbajnokságot nyerni. Ez egy furcsa körülmény, visszanézve úgy látom, hogy olyan mániásan és megszállottan gondoltam arra a lehetőségre, hogy érettség után Pestre szeretnék menni, mert ott lehet öttusázni. De azt vettem észre, hogy ha az ember azt csinálja, amit az Isten akar, ahhoz minden szükséges körülményt megad. És hát ez is furcsa dolog volt, ennek egy nagyon súlyos bizonyítéka. 54, 55, 56 években nekem rendelkezésemre állt egy pisztoly, amit az MHS-től kaptam, a Magyar Honvédelmi Sportszövetség. Ott volt az éli szekrényben a könyvem és füzetém között P-38 mintájú német szolgálati pisztoly, lőszerrel együtt, és azzal én kimehettem hetente kétszer-háromszor laktanya mögötti földsáncokhoz. Letettem a földsáncba, beszúrtam a táblát, kiléptem a 25 métert, és ott elkezdtem gyakorolni. És ez egy laktanya hátánál volt, és az őrség, de az ilyen piros szallagú, karszallagos, vagy felvezető, vagy mit, ki, oda kijött, és megnézte. Nem volt velem asztal, csak letettem a földre a pisztolyt, meg a lőszert, kimentem a táblához, leragasztottam a lukakat, visszajöttem, és ez a katona valamilyen tisztféle nézte a pisztolyt, nem szólt egy szót se, megnézte is a táblát, nyilván jobbat lőttem, mint ők, és nekem soha nem szólt senki se, hogy vagy ez a fiatal gyerek, 16-17-18 éves gyereknek van egy pisztolya, amivel lehetett volna menni a bankba kenyeret keresni. És ez nekem rendelkezésem rá. Tehát vicc. Akkor úgy volt, ha el akartak vinni valakit, egy gazdát például, házkutatást tartottak, eldugtak egy pisztolyt valahol, és másnap visszajöttek, hogy ezt meg nem néztük meg, ezt a helyet. Ott megnéztek, és mit ad Isten, ott volt a pisztoly. És a gazdát minimum elvitték. És ebbe a körülménybe volt nekem egy ilyen stukkerom. Na, lényeg az, hogy vallásos nevelésben részesültem, ez természetes, hát lelkésznek a fia. Négyen voltunk testvérek, vasárnap el kellett menni a templomba. Az, hogy nem menjünk el, az nem vetődött fel, mert apuka szigorú ember volt. De én nekem 18 éves korom még egy árva prédikációnak, egy árva mondata nem akadt meg az évek során. Négy úgynevezett parókus lelkész volt, mindegyik más természetű, de egy mondat volt egyszer, hogy édesapám mondta, hogy valaki szemrehányást tesz valakinek, hogy miért nem mondtad, hogy szeretsz. Ennyi is. Több nem maradt 18 éves koromra. Otthon sokat hallottam Istenről, hitről, Jézusról, Bibliáról, de amikor 18 éves koromban végül is július elején Budapestre, illetve Cseperre kerültem, öttusázás szándékával, utána nem sokkal, mondjuk egy 5 hónap, 6 hónap, egész biztos voltam abban, hogy az Isten nem létezik. Úgy gondoltam, hogy ezt az Isten dolgot, ezt idős férfiak találhatták ki, mert aki egy kicsit is áll a lábán, és van elképzelése a jövőjéről, mint én is jó öttusázó szerettem volna lenni, ilyen kapaszkodó, hogy Jézus meg Biblia, erre nincs szükségem. És így vélekedtek a sportársaim, így éltek az edzőm, és így vélekedtek, és ebből a tagadásból nekem az égvilágon semmiféle hátrányom nem származott. És a versenyeredmények nagyon gyorsan kezdtek jönni.
18 éves koromra Nyíregyházban alig lehetett valamit edzeni. Nem volt úszoda, nyáron lehetett úszni ilyen vályogvető gödrökbe, ahol meggyűlt a víz. Atlétizálni kezdtem, az viszonylag jól ment, az egész évben lehetett csinálni. És egy barátom volt, illetve van, a nyíregyházi metodista papnak a fia, lómániás ember volt, most is az, a pályáján nagyon megbecsült szakember, és ő, ahol csak lehetett, ló közelbe ment. A Nyíregyháza környéki tanyákon voltak gazdák, és a metodista családokhoz elment, mert ló volt ottan, és ott tapogatta, fogát nézte, és ha lehetett, felkapaszkodott rá, engem is elvitt magával. Hát én nem a lovaglás kedvéért mentem, én a barátom kedvéért mentem, mert ő ment. De aztán elintézte, hogy egy bizonyos helyen, ahol 10 úgynevezett mén állt, fedeztető állomásnak mondták, ott mi segédkeztünk, kitrágyáztunk, bealmoztunk, etettünk, itattunk, lovat pucoltunk, és ennek fejében lovagolhattunk. Szóval jó szórakozás volt, és élvezet volt a lóhátán hőcögni. És így nyáron úszás, egész évben futás, és egész évben lovaglás volt. És valaki mondta, hogy ez egy nem jó, szétforgácsolod az erődet, egy sportágra szállj rá, és azt tűzzed. És akkor nekem ez nem, mind a hármat szívesen csináltam. És valaki azt mondta, hogy tudod mit, vedd mellé a vívást meg a pisztolylövést, öttusázó lesz, és mind a hármat megtarthatod. Na hát attól kezdve nekem a csőlátás, tudják milyen, az semmi nem érdekel. Gyönyörű kifejezése a magyar nyelvnek, megszállott. Megszállottja voltam ennek a vágynak, világbajnokká lenni. De valami nyilat kaptam a hátamban, hátulról, és előkijött a íz, és mindig tudom, errefelé kellett menni. Nagyon sokszor volt olyan körülmény, hogy nem is kellett szinte választanom, mert egyértelmű helyzetek voltak, csak az következhetett, és csak az következhetett. És így aztán nagyon hamar csapatba kerültem, 59-ben egyéniben egyszer már második voltam, egy év múlva Rómába csapatba olimpiai bajnokságot nyertünk, és minden ment a maga útján, legjobb úton. És 1962-ben, ez egy júliusi nap volt, életem sok fordulópontjának az egyike, úgy gondolom, hogy a legdöbbenetesebb és leginkább meghatározó, ami 180 fokos fordulatot hozott bennem. Nagyon július 1-én, 62-ben gyönyörű időben volt, és a Margit-szigettel átellenben az Óbudai oldalon voltam lenne a parton, vártam valakit. Aki ismeri Budapestet, a Tímár utca lejön a Dunára merőlegesen, ott volt a Dózsának egy úszóháza, és ott várakoztam. Süt a nap, madarak csiripelnek, gyönyörű idő, és nem az jött, akit vártam, hanem egy ismerős kajakkenu edző. A motorcsónakjával jött a Duna felső folyásáról, és meglátott engem, szembefordult az árral a csónakjával, és felszólt a partra, hogy Bandi, telefonáltak az Újpest öbölbe, meghalt az édesapád, és akkor nekem egy ilyen döbbenet, sokkos állapot. Édesapámat teljesen egészségesnek tudtuk, 55 éves sem volt még, egyik pillanatra a másikra meghalt, egyébként szívkoszorú ér elmeszesztésben. Nem is tudom, mint az ökölvívó, amikor megütik, és elkezdik számolni rá a tizet. Vagy ilyen állapot, de nem tartott tovább, mint 3 másodperc. Ha 4, akkor sokat mondok. Rossz állapot, senkinek nem kívánom. És utána a 4 másodperc, 3-4 másodperc elteltével egy világos, tiszta, minden kétséget kizáró tudás arról, hogy az Isten van. Hogy hol van? Mi a szándéka,
Hol lehet vele találkozni, van fogadó órája vajon valahol, azt nem tudtam, csak azt tudtam, hogy az Isten létezik. És azon csodálkoztam, én Pesten élek 6 éve, 56-tól 62-ig, és abban félreértésben, tévedésben egyáltalán léteznem, hogy lehetett, hogy azt gondoltam, az Isten nincsen. Rögtön elolvastam a Bibliát, elejétől végéig, persze hosszabb idő alatt, templomba elmentem, hogyha időm engedte a versenyek miatt, de éltem az átlag élsportló életét. Sokszor gondoltam, hogy miért így történt ez, hogy meghallom a hírt, és 180 fokot fordulok az élet legfontosabb kérdésébe. Az Isten van. Adinak van egy verse, az a címe, hogy az Isten balján, az egyik verse így kezdődik, hogy az Isten sokáig hallatlan és néma, csak a szívünkbe ver bele mázsás harangnyelvekkel néha. Ez a kongatás történt meg bennem. Meg vadászok talán, ha van itt, talán tudja is, hogy ha a vaddisznó elmegy, és a kiskutyák, mert a vizslát nem lehet használni a vaddisznóra, mert nem tud félreugrálni, a kicsik félreugrálnak, és körülveszik a vaddisznót a kutyák, és azt mondja a vadász, hogy állóra ugatják a vadat, mert egy idő után elfárad, nem tudja mit csinálni, eltanácsolódik a vad, megáll, és erre mondják, hogy állóra csaholták a vadat. Állítólag akkor kell lőni. Velem is ez történt. Valami teljes eltanástalanodás. Kiment belőlem minden önbizalom, vagy talajonlevés. Valami tanástalan állapot, kiszolgáltatottság, és ebbe jött, ebbe találgatás ez, hogy ebbe a kiszolgáltatott állapotba befogadóra állított a teremtő. Ezt tudom, ez lehet okoskodás, pszichológus jönne, szétszedni, lehet, hogy összerakni, nem tudnám, mindegy. A lényeg az, hogy ez volt az életem legnagyobb fordulata, mert az, hogy az Isten létezik, számomra nem hit kérdése, hanem világosan, tisztán tudás, mint az, itt van a mikrofon, itt van egy volt karóra, amelyik leszakadt, csak zsebóra most már, piros a terítő. Tudom, nem szükséges a hitemet, hogy mondjam, gerjeszteni. És az átlag élsportló életét éltem tovább, megnősültem, 4,5 év múlva elváltam, gyermekünk nem volt, a válásnak nem ez volt az oka. Átlag élsportló élete, akkor az hozzájárt, hozzátartott a sportláshoz, ha külföldön sikeresek voltunk, a vámosok is olvasták a népsportot, akkor nem nemzeti volt, hanem népsport. Hazajöttünk, tisztelektek és mondták, hogy gratulálunk elvtársak, fáradjanak ki, ez a mi ajándékunk, és mentünk a motyóval kifelé. Tehát ez hozzátartott. És 63-ban nyertem először egyéni világbajnokságot, az utána következő 4 egyéni világbajnokságot is megnyertem, 69-ben az 5-et, egyel többet, mint bárki más a világon, és az a maradéktalan és teljes boldogság, amit én egyetlen egy világbajnokság megnyerésétől reméltem, az 5. után sem volt a birtokomban, vagy nem volt bennem ez a minden kétséget kizáró határtalan boldogság. Nem volt sehol. Miután megnyertem az 5., utána lebegtem úgy egy kicsit, igen, most a sportágnak itt vagyok a tetején, ha valaki utol akar érni, ahhoz neki kell legalább 5 év, és akkor még csak egy döntetlenre hozza, és akkor rájöttem, hogy itt nincs a boldogság a sikerbe. Azot is tudom,
másra is mondom, jó lelkismerettel, nem baj, ha az embernek vágyai, tervei, elképzelései vannak, vagy akarása bizony tevékenységre, csak tudnia kell, ha a célját eléri, az elért célban, akár mekkora az a siker, nem találja meg azt az állapotot, ami után mindig is vágyódunk. Mert az embernek nem sikerre van szüksége, hanem a már állított békességre. Valami az alkalmasság állapota, valami megérkezés, valami hazaérkezés érzete. És akkor azt vettem észre, hogy hát ha nem kapom meg a fizetségemet a nyerés miatt, tehát a boldogságot nem kapom meg, akkor minek edzek sokkal többet, mint a többiek? Én nem voltam tehetségesebb, mint a többi velem együtt versenyző ember. Egy valamiből nekem több jutott, mint bárki másnak a sportágban. Az akarásból. Sokan azt hiszik, hogy az akarás az olyan, hogy lehet csinálni az embernek, ha nincsen. Nem igaz. Akarás vagy van, vagy nincs. Azt, hogy akarok akarni, ez nem létezik, ez fából vaskarika. Sokan szemrehányást tesznek embereknek, vagy gyerekeknek, hogy miért nincs benned egy kis akarás, szedd össze magad. Ha nincs neki akarás, nem lehet neki felrólni. Prohászka Ottokár, ez a szellemóriás mondta 1927-ben az egyetemi templomban prédikált, 27. április 1-én, prédikáció közben agyvérzést kapott, már szedték volna le az emberek, a segélyerő, a megmozdult Prohászka Ottokárt. A beszédének az egyik mondata így hangzott, ami ugyancsak óriási, hogy mondjam, boldogság volt számomra, azt mondta, az akarás Isten ajándéka. És ez azért volt jó nekem, mert nekem mondta, hogy Bandi, neked milyen nagy akaraterőd van, hogy te milyen szorgalmas vagy. Nekem tulajdonították az akarás, holott én nem tudtam nem akarni. Nem úgy volt, hogy összeszedtem magam reggel, és egy lézet visszatartom, és nehéz napom lesz. Nincs, nem volt ilyen. Hát, tehát ki voltam rekeszve a nem akarásból. Ajándékképpen volt rajtam. És én nem tudnék, nem szerettem a vasárnapokat, mert nem lehetett menni edzésre. És hát olyan ez, mikor versenyző koromban az uszodába lejött az egyik srác, talán ötusázó volt. Valami vesefestést csináltak neki, most már azt hiszem nincs ilyen, mert az a mágneses rezon MR-en mindent meg tudnak nézni, nem kell veset festeni. Akkor azt gyakorolták még, és egy ilyen vizsgálaton volt. Jött az uszodába, és mondta, hogy srácok, ha adtok egy 100-as lilát pisilek nektek, és akkor mi meg mondtuk, hogy mi meg ezzet adunk, ha sárgát pisilsz. Tehát nem tudott nem lilát pisilni, már bocsánat a hasonlatért. Én így voltam. Ebből a kategóriában, szorgalom és akarás, ebből többet kaptam ajándékba. Finanszírozva voltam. És 69-ben nyeres után ez a nagy akarás lecsökkent. Itt nincs. Kizárásos módszerre jutottam oda, hogy a sikerben nincs az az állapot, amely után vágyódtam. Nagyon nagy dolog, hogy ide is értem. Jutott már eszembe az, hogy ahhoz, hogy az Isten engem tudjon használni, ahhoz megmutatta, hogy hol nincsen az az állapot, ami után vágyódtam. És akkor ilyetten kezdtem olvasni a Bibliát alaposabban. És ott találtam egy mondatot, Jézus azt mondja, aki megtartja az életét, elveszíti azt. És aki elveszti az életét, én érettem, megtalálja azt. Soha nem értettem, akkor megértettem, hogy ez mit jelent. Vagyis azt, hogyha valaki azt hiszi, görcsöl a céljának eléréséért, mindent megtesz, feszít, az marad a halál állapotába, mert az állapot az a sikerben nincs benne. Ha viszont valaki elengedi ezt a megvalósítási görcsöt, ha sikerül
jó, hanem úgy is jó, éli az életét, teszi becsület a dolgát, és nem kell hamis eszközökhöz nyúlni, mert ha sikerül, úgy is jó, ha nem sikerül, úgy is jó, elengedett valamit. Valami belátás megérkezett. És ebből ez a felismerés megkönnyítette a dolgomat, és akárhogy is az akarás csökkent, maradt egy felismerés, hogy nem függök az eredményektől. A Müncheni olimpiára, ami 2 évre rá volt, 72-ből, oda még kijutottam, de az akarás már nagyon ment lefelé. És volt ez az Alain Prost, ez a Forma 1-es versenyző. Akkor még úgy volt, hogy egy bizonyos mennyiségű benzin használhatott a pilóta, és nem lehetett utána tölteni. És a vezetett magasan, és a cél előtt elfogyott a benzinje. Kiugrott a kocsiból, és betolta a célba, és megnyerte a versenyt. Hát én is így voltam a végén, már majd tolni kellett, már az önerő már nagyon csökkent. Lényeg az, hogy azon a 72-ben más volt akkor még a sportág. 5 napon keresztül versenyeztünk, most 1 nap alatt lezavarják az egészet. Azért szerintem, hogy a tévé közvetítés jogából többet tudjon kaszálni a olimpiai bizottság, vagy a szervezők. De lényeg, az egy nyugodtabb világ volt. Most minden rohanásra van téve, hogy menni gyorsan, minél gyorsan. Motorok pörögnek, 16 ezer pörögnek, gyerünk, gyerünk, tülekedés. Tehát az bizonyos szempontból nyugodtabb világ volt. És az első szám a lovaglás volt, az jó sikerült. És a második szám, a vívás volt, akkor 60 induló volt, tehát 59 asszót kellett vívni, és nagyon jól megindult. Álltam 12-0-ra, vagy 12 győzelem, 0 vereség, 17 győzelem, 3 vereség, nagyon jól ment. És éreztem, ha még 2 órán keresztül ilyen jól megy a vívás, meg fogom nyerni az olimpiát. És ebben a pillanatban nekem megcsillant az aranyérem, és aztán se kép, se hang, vég, beálltam be, gödörbe, semmit, bosszankodás, be akartam biztosítani. Holott a jó víváshoz játékossá kell, derű, kockáztatni, ezt is próbálni, azt is próbálni, játszani, játszani. Itt nem volt szó játék, csak görcsölés, nehogy megszúrjanak. És ezért nem is szúrtak meg, illetve én nem adtam találatot, viszont mások adtak találatot. És engem nagyon nyomasztott az, hogy tudtam Magyarországon, nagyon sokan figyelik, nézik, hogy szereplek. Mert sokan mondták azt, hogy sok VB-t nyert, már egy olimpiát nem nyert, nyerjen meg ezt, aztán gyorsan hagyja az ötusát. És azt gondoltam, hogy sok embernek a jó vagy rossz kedvéért, hangulatáért, felelős vagyok, ha csak 5 percnyire is, de felelős vagyok, és ez a nagy elvárás engem lebénított. És egy idő után éreztem, hogy nem megy, nem megy, nem megy. És a nyerésnek a lehetősége ment odébb, odébb. És egy idő után jött egy pillanat, amikor azt mondtam, hogy hát mindent megtettem a cél érdekébe. Kitehet nekem szemrehányást azért, hogy nem nyerem meg. Miért az én járandóságom az olimpiának a megnyerése? Hát van itt sok ügyes, tehetséges, szorgalmas fiatal. Miért az én járandóságom lenne? És hát azt gondoltam, hogy hát tulajdonképpen, ha valaki engem azért szeret, mert én olimpiai bajnok vagyok, az nem ér semmit. Engem kell szeretni, Bandit vagy Bandikát. Nem vagyok hajlandó félni tovább, vége, magam részéről befejeztem, csalódtam magamba. Azt hittem, hogy ügyesebb vagyok. Ne haragudjatok, drága magyar testvéreim, minél inkább gondolok, ti látok, annál rosszabbul megy. Magam részéről befejeztem, mert ilyen rosszul akkor is tudok vívni, ha szólítanak pásra, behunyom a szemmet, és abba az irányba böködök, ahol az ellenfelet sejthetem, ilyen rosszul akkor is tudok vívni. Nincs veszíteni valóm. Ez a pillanat mindenki életében, amikor eljön a pillanat, őszinte pillanat, nincs veszíteni valóm, akkor közeledik, vagy érkezik el a vágyva vágyott állapot.
Vége, befejeztem. Nem vagyok hajlandó félni. Bármi történik. Valami elszánudás kell, pontosabban belátás. Nem megy. Kevesebb vagyok, gyengébb vagyok, jobbnak gondoltam magam. Nem sikerült, megértettem. És van a Zsoltárokban egy mondat, ami kis fésülése ugyanazt jelenti, akiben nincsen belátás, sorsa egyenlő lesz az állatéval. Kemény. Mi az, hogy belátás? Belátom, kevesebb vagyok, bevallom magamnak, másnak is esetleg, kevesebb vagyok, bocsássatok meg, jobbnak gondoltam magam. Elvége, befejeztem. És ebben a pillanatban, nem 10 perc múlva, hanem abban a pillanatban jött egy érthetetlen derű. Valami könnyedség, valami szabadság. És csak adtam a találatot, és nem kaptam a találatot, de nem érdekelt. És az a szabadság, hogy teljesen mindegy, olyan lazává tett, és éreztem, hogy minden megy olajozottan, észreveszem a másiknak a hibáját, ezt lehet kihasználni, itt lehet odamutatni és amoda szúrni, megindult minden, mint a karikacsapás. Rájöttem, hogy egész életembe ezt az állapotot kerestem, de nem tudtam, hogy az összeomlásba fogom megkapni. Vége, befejeztem, és valami érthetetlen állapot, amiben úgy éreztem, hogy állapot szerűen van benne a szeretet. De nem tudtam, hogy szeretetet gyakorlok. Szóltam máshoz, hirtelen mondtam is az embereknek, hogy nincsen valami szendvicsetek, mert addig össze volt ugorva a gyomrom. Nehogy szendvicset hozzon. Félreértettem, hogy az nem szendvicsért. És lényeg az, hogy ebben a megszabadultságban éreztem, hogy ez az állapot, nem az a cserkész jó tett, hogy mindig valami jót tegyek, és összeszorítom a fogamat, és az anyósomat akkor is szeretni fogom, ha a kutya belép a kovászba, és megmondom neked, Jani, anyósomat szeretni fogom, de valahogy első héten azt mondta, hogy a feleség, hogy Janikám, nagyon jó volt édesanyáddal, kijöttünk olyan cukormódon. Következő hétvégén, Janikám, ez egy kicsit gyengébb volt, mint a múlt hét, de azért ez is jó. Jött a harmadik hét, Janikám, nem megy. Összes. Nem ez, a szeretet nem ez. Ebben az állapotban, tehát a szeretet állapot függő, amely állapotban nem is tudja az ember, hogy szeretetet gyakorol, a meglévő állapotának a feleslegéből ad, és természetesen öröm tölti el, ha a szeretetet gyakorolhat. És rögtön volt a harmadik sorban, vagy nyolcadik sorban fenn volt Béla, szevasz, holnap találkozunk, és kedvesség, és a sisak alatt beszéltem az ellenfélnek, de csak olyan derű, olyan kedvesség, hogy gyere szép szőke hercegem, gyere még közelebb, ne félj szépen, gyere, és megoldódott, olajozott, mozdulottan, ott a találat, és mondtam, hogy gyere édesapám, adjál nekem egy ötöst, eredj haza Amerikába, gyakoroljad, még lehet belőle valami, de most véletlenül én adtam a találatot, és így ment végig. Ez az. És rájöttem, hogy ez az állapot, ezt kerestem. Erre mondja Jézus, elközelített a mennyeknek országa. Mert azt mondja, a mennyeknek országa köztetek van, mennyeknek országa ti bennetek van. Tehát a mennyeknek országa nem egy szöges a stratoszférába, szögesdróta körülvet 80 hektár, szögesdróta körülvet, van egy ajtó, ahol Szent Péter áll az ajtóba, és van, akit beenged, és van, akit visszarúg a földre. Nem. A mennyeknek országa az a lelki állapot, amit leírtam, ez a megszabadultság, ez a mindenek feletti derű, az alkalmasság állapota. Erre vagyunk teremtve, hogy ezt keressük és megtaláljuk. Aki keres, az talál, és zörgetlenek megnyitatik. Büszke embernek nem jut ez. Mert a büszkeség, a gőg, a kevésség szigetelő anyag Isten és ember közé. És amikor az összeomlás megtörtént, bevallottam, hogy nem megy, akkor
a büszkeségnek a szikrája, a kivagyiságnak, a aranyérem jogos követelőnek a mi volt a elmúlt, eltűnt. Büszkeség elmúlt. Én szerintem minden ember lelke mélyén van egy trón, és minden azon múlik, hogy kitartózkodik ezen a trónon. Az esetek nagy többségében mi magunk foglaljuk el a helyet, és ha mi vagyunk ott, másnak nincs helye. Amint viszont csalódunk magunkba, és bevalljuk, abban a pillanatban lekotródunk a trónról. Megüresedik a trón, és az Isten a közlekedő edények egyszerűségével, természetességével és sebességével elfoglalja lényünk mélyén az egyedül őt megillető helyet, és abban a pillanatban fizetni kezd. Szóval a fizető eszköze nem Mercedes új lapos, nem nyaraló Dalmát tengerparton közel a vízhez, nem. Vagy Janinak a keze, vagy Rózsinak a keze, nem. Az ő fizető eszköze ez az állapot, a léleknek az állapot, amit megpróbáltam leírni, ami nem elképzelhető. De van ilyen állapot, aki keres, azt talál, az zörget annak megnyitatik. Tudom javasolni, ne adják fel a keresést. Módszer megtenni mindent, ami tőlünk telhető, és amikor rájött, hogy nem megy, akkor jön a csodálatos pillanat, az értelmetlennek bizonyult küzdelem feladása. Ez a csodák csodája állapot, ez a megérkezés. Gyönyörű éneknek a szövege így van, megtörve és üresen adom magam neki, hogy újjá ő teremtsen, az űrt ő töltse ki. Minden gondom, keservem az Úrnak átadom. Ő hordja minden terhem, eltörli bánatom. Ez az. Ez egy másik gyönyörű ének ugyancsak. Vágyat, célt a múltnak adtam, nincs már bennem vak remény. Mégis gazdag Úr maradtam, Isten és a menny enyém. Ez az. Megérkezett az ember, és ebben nem lehet megmaradni, mert szerintem elégnénk benne, de mondtam már korábban elején, hogy én szerintem ízelítő abból az állapotból, amely halál után vár ránk. Ízelítő. És ez valami biztos tudás, hogy érdemes kalkulálni arra, érdemes úgy élni, hogy a végén az igazbíró mondhassa nekünk, hogy bátor voltál igaznak lenni. Mert kik nem láthatják meg a mennyeknek országát? Vagyis ezt az állapotot, kik nem láthatják? A gyávák. Az első helyen van jelölve a Biblia, a Jelenések könyvében. Első helyen a gyávák, utána apagyilkos, anyagyilkos, hazudó, stb. Kisebb bűnöskék otthon. De az első helyen a gyávák vannak. És aki gyáva, az nem részesülhet. Boldog lehet akárki, csak a gyáva nem. És hát ez az elszánódás, ami megtörtént az emberben, de úgy nem lehet, hogy sok mindent elintéztem már, ki is takarítottam, a leveleket összegyűjtöttem már, és ja, most még elszánódok. Nem megy. Az elszánódás csak a csődben tud jönni. Akkor őszinte az embernek ez a fordulata, a belátás. Belátás. Nagyon, nagyon, hogy mondjam, ha nincs meg a képesség bennünk, hogy belássuk, hogy tévedünk, a halál állapotában maradunk, mert görcsölünk, az én, ott trónolunk, az ego ordat, dühöng és balhézik. Nem lehet. El kell engedni. Keresni. A kereséshez mindig beinvestálás kell. Kutatásnál pénzelik a kutatásokat. Nekünk pedig a keresés
hez azt kell adni, ami nekünk kedves. Ha jön valaki Erdélyből, Kárpátalról, és ilyen hegyes cipőt, amit már nem hordok régóta, ott van 10 éve, de kidobni nem akartam még, megint mosolyogva megajándékozom, tessék pajtás, tessék itt van a cipő, tessék új cipő, abból nem lehet. Abból kell áldozni, ami nekünk kedves. Miből? Szabadidőnkből, pénzünkből, és legfontosabb, az emberek szemébe kialakult véleményről, pozitív véleményről, ha van ilyen rólunk, azt is kockára kell tenni. Mert az nagyon sokszor gátja a találásnak, hogy félünk attól, hogy Jani meg fog szólni, mert tudom, hogy vélekedik, és itt volt egy vélemény. Nem, el kell engedni. Ha embereknek igyekeznek, mondja Pál apostol, ha embereknek igyekeznék tetszeni, Isten szolgája nem lehetnék. Igen. Itt ez a keresés, nagy játék, van lehetőség, és ha az ember tudja, hogy van, aki mindig figyel, és ha mi figyelünk rá, ő figyel ránk. Sokszor jut eszembe az, hogy szüntelen imádkozzatok. Hogy létezik az? Ott vagyok a közérbe, kérek tízdek a parizert, akkor közben nem lehet imádkozni. Nem lehet 24 órán keresztül rózsafüzet mondani. Mi az, hogy imádkozni? Közelmúltban olvastam a új emberbe egy Egyiptomban élő jezsuitának a riportját, aki beszélt az imáról. Ezt azt mondta, reggel 15 percet imádkozom, és azt mondta, hogy most, amikor ön készíti velem ezt a riportot, én közben imádkozom. Nem azt jelenti, hogy két mondat, darálok valamit, egy hiszek egyet, vagy egy akármit. Nem. A tudatunkba kell ott lenni, hogy itt van mellettünk, figyel bennünket, és ha mi figyelünk rá, ő figyel ránk, és tud adni tanácsot. Meggátol kimondandókat, amit ki akartam mondani, és javasol kimondandót. Tehát egy kettős figyelés, én szerintem ez az állandó ima. Megyünk a kocsival, a piros lámpánál megállunk, zöldnél elindulunk, sávot váltunk, indexelünk, visszaállunk, de közben az anyós ülésen van valaki, közben tudunk beszélgetni. A kettő nem zárja ki egymást. Így ez a kettőséget valahogy így próbáló felfogni vagy magyarázni, hogy tudni róla, hogy itt van. És nem jó, hogy ez a fonal talán, ha ez megszakad. Mert aztán elborul az embernek az agya, és ez a Szentlélek már megint nincsen sehol vissza. Próbáljuk visszajutni. Tehát ez egy keresés, és én szerintem ez rutinírozódhat. És ha az embernek vannak feladatai, akkor rákényszerül arra, hogy ezt a kettőséget élje. Másik, ha az ember, én felemelzem, mondjuk nézem a kamerába, nézek bele, a kamera és a szemem közé teszem az ujjamat, hány ujjat látok ilyenkor, de a kamerát nézem, csak ide beteszem. Próbálják meg. De engem nézenek, és feljebb, kettő közé. Két ujjat lát az ember. Az egyik szemmel készül, másik szemmel készül. És erről van szó, ha valaki magát nézi, magával van elfoglalva, a magány öl, akkor megbetegít. De ha mással foglalkozom, másra nézek, a másnak az ügyét próbálom nyakamba venni, akkor hirtelen megjelenik ez a bizonyos fonal. Az a Szentlélek, amit az Isten mindenkinek, Jézus mindenkinek megígért, kivétel nélkül semmiféle feltétele nincsen, hogy az ember megkapja, egyetlen egy feltétel van. Kérni. Megmondja, nincs feltétel. Nem kell hozzá bemosakodni. Nem kell az, hogy Istennél akarok állni. Na jó, akkor mostan 3 napra csak fél doboz cigarettát szívok el.
Nem kell, azt mondja, így, ahogy vagytok. A Gallupon van egy ilyen fogalom, hogy a fogadók fogadnak lovakra, és ha látja valamelyik fogadó, hogy az a két ló van első-második helyen, amiről ő fogadott, hogy meg lesz az első-második, oda-vissza, és látja, az jön, ordít a lelátón, így, ahogy vagytok, így, hogy ez a sorrend már ne változzon meg. Tehát az Isten is így van velünk. Nem akarja, jobban ismer mi magunkat. Nem lehet bemosakodni. Így, ahogy vagytok. Nem kell szépítkezni, nem kell színlelni az Isten előtt, meg más előtt se. Az ember akkor van közel magához, amikor magához őszinte. És ez az őszinteség nagyon könnyen, hogy mondja, elvész. Ha mások előtt kell mennünk, jönni, azon egy személyiség jelenik meg, megnézzük magunkat a tükörbe, hogy nyakkendő meg van kötve, hölgyeknek, hogy a smink fenn van-e. Ez személyiség. De a magunkkal való találkozás akkor van, amikor egyedül vagyunk, amikor nem lehet becsapni senkit se, nem kell becsapni senkit se. Ez a következő állapot. Tehát lényeg az, hogy ha magunkkal vagyunk elfoglalva, akkor az a halál felé visz, amikor mással foglalkozunk, bajba jutottan, jogos és égető szükséget pótolunk valahol, akkor megváltozik minden. Mint másra figyelő anya ölén a gyermek, mint József Attila írja a Dunánál című versébe, hogy a másra figyelés gyógyít. Ha a gyerek elesik, sír, látom, a feleségem már unokázik bőven, felkapja és mutat neki valamit, hogy nézd, ott repül a kismadár, már is nem magára figyel, hanem a kismadár is vége van a sírásnak. Tehát ha magunkra figyelünk, akkor meg szenvedünk és nyögünk és panaszunk van. Nem, a másikra figyelés az a megoldás. Tehát másra figyelés, akkor ott van a segítség, a tanácsadó. Mit mondjak még? Múlik az idő. Hát azt a címet, alcímet kértem az előadásomhoz. Adinak van egy verse, ilyen két sorosok, és az a címe, azt hiszem, hogy pap vagyok én, de ebben nem vagyok biztos, hogy pogány rímek, muzsikák között szomjazok valami örököt. És ez jellemző most az országunkra, valószínűleg a világra, de én hadd foglalkozok Magyarországra. Az emberek tanástalanok, azt csinálnak velünk, amit akarnak. A politikusoknak, ha egy szint felé jutnak, már lehetne őket felterjeszteni Jászai Mari díjra, vagy esetleg Oszkárra, mert valami megegyezés van, omerta, nem lehet kimondani azt, ami legfontosabb, ami emészt bennünket, holott nincs más fegyverünk, mint kimondani azt, amit látunk, azt, amit tudunk, azt, amit igaznak tartunk. Nincs más fegyver. Van erőszakot elkövetni, fogjunk össze, szaladjunk neki, ez esetben például a Fidesz székháznak. Tehát az egész világ egy sátáni hatalomnak a markába zümmög. És ebből a sátáni ihletettségű hatalomgyakorlással valahogyan szakítani kell, valahogy nem reménykedni benne. És olyan óriási nyomulás van, mint hogy a vesztét érezni a sátán, mert egyre szemtelenebb és egyre nyújul. Nincs más menedék, mint fordulni 180 fokot, fordulni a Teremtőhöz. Amit Pál apostol kért a Damaszkuszi úton, így hangzott a kérdés. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek? Magyarországon az embereknek 90-valahány százaléka nem érdeklődik a Teremtőnél, tanácsért, javaslatért, segítségért, nem érdeklődik.
mondják, van nekem elég bajom. Holott Jézus azt mondja, nálam nélkül semmit se cselekedhettek. Nem megy. Akármit erőködtek, nem fog menni. Kizárt. És ez van Magyarországon. Semmi kilátásunk nincsen, azt csinálnak, amit akarnak. A pénzvilág urai megrendelik a viselkedést, megrendelik, hogy kibe kell belerúgni, megrendelik, hogy hová kell adni pénzt, hová nem kell adni pénzt, hogy kivel szabad kapcsolatot teremteni, üzleti vagy akármilyen módon jönnek a zsarolásokkal. A demokrácia a látszatkeltésnek az államformája, és a demokráciában azoké a hatalom, akinek sok pénze van, mert az emberek 90-valahány százaléka megvásárolható, és nekik megéri. És ez elgyávult nemzet vagyunk. Tehát ha most jönne a végelszámolás, tudnék, életünk végén személyenként, és nemzet, benne van a Szentírás, és nemzetenként kell majd megállni amaz igaz bíró előtt. És ha mostan lenne a végelszámolás bizony, rosszabbul szerepelnék, mint a magyar labdarúgó válogatott. Pedig az nem a nagy röptét mutatja pillanatnyilag. De mindenkinek van Magyarországon 1-10 millió módni része, hányada abban, hogy az ország megmozduljon előre. 1-10 millió módni rész induljon, hogy aztán a szomszéd jön, nem jön, én, ha a kutya kovászba lép, akkor is a 2x2-re azt mondom, hogy 4. Ezt mond ismétlem már, hogy ez a napokban jutott eszembe ez a fogalom, hogy gyáva voltál igaznak lenni. Olvastam egy embernek a vallomását, sziklaszilárd ember volt, mint például Mindszenti bíboros, Ordas Lajos evangélikus püspök, mint a szikla. Olyan kemény emberek voltak, és nem kell nekik félni, nem kellett félni nekik életük végén, hogy cokit itt neki a teremtő, illetve az amaz igaz bíró. Úgyhogy én azt mondom, keressétek először az Isten országát, és az igazságát, és minden megadatik nektek. Ez a javaslatom. Hát van-e valakinek valami kérdése? Akármilyen természetű lehet. A családomról még annyit mondanék, hogy 66-ban 4,5 éves házasság után elváltunk. Gyerekünk nem volt a válások, nem ez volt az oka, és 9 évig voltam egészen biztos nőtlen, hogy soha többet nem fog megnősülni. Józan ember, okos, van spiritus, házasság, szó se lehet róla. És 75-ben megjött a belátás. A zsoltárokban, akiben nincsen belátás, tehát benne volt belátás. És mégsem volt hőbvágyam, hogy megismert sportásnőmet, aki a Müncheni olimpián is kín volt, Császár Monikának leánykori nevén, harmadik voltak csapatban, ő Gerendán negyedik volt egyénibe, hogy hőbvágy, hogy feleségül vegyem. 75. szeptember 6-án esküdtünk össze, de előtte el kellett menni a János kórházba egy ilyen faggatásra, egy nagy terembe, két fehérköpenyes hölgy faggatott bennünket, a vőlegényt és a mennyasszonyt. És hány kiló van-e degenerált a családba, meg minden a kérdés. És a végén egy ilyen kérdés volt, és hány gyermeket szeretnének? Mondta, hogy csendbe! Nehogy a mennyasszonya meghallja, 4-5-öt. Jöttünk kifelé, kérdezem a mennyasszonyomat, hogy kérdezték tőled, hogy hány gyereket szeretnék? Azt mondja, igen, kérdezték. Mondtam, és mit válaszoltál? Hogy mit válaszoltál? Te mit válaszoltál? Tehát én kérdeztem először, te mit válaszoltál? És a végén megmondta, hogy 5-öt mondott. És meg 4-5-öt. És szeptember 6-án megvolt a 75 szeptember 6-án, és 76. július 23-án született az első gyermek.
az utána következő, 77-ben született, utána volt egy spontán vetélése a feleségének, ott egy kis szünet lett, de 80-82-ben még három gyerek jött, tehát 82-ben az ötödik gyerek is megvolt, tehát a tervek kész vannak, elértük a célt, kész, minden, vége, leporolni, leporello, listetünk a háziasszonyok, mikor már meggyúrták a tésztát. És köszöntük, hogy megkaptuk, amit kértünk, és hát egy év múlva mondja csak a feleségem egyszer csak, hogy te hozzad csak a naptárat. És attól kezdve mindig született egy utolsó gyermek. És hát egy idő után már mondtuk, hogy uram, köszönjük a nagy gyermekáldás. Tudod, mi mennyire gondoltuk, te mennyire gondoltál? És így aztán szépen alakult és kiteljesedett a család. És hát lett 6 fiú és 6 lány. Ráadásul, hogy fiú-lány, majdnem így elosztva. De volt olyan időszak, amikor megingott a anyagi helyzetünk. Tudtam, volt egy ilyen nap, hogy valakinek kellett, valamelyik gyereknek kellett az iskolába befizetni valami 800 forint körül összeget. És ha a postás jött, akkor mindig délelőtt jött. És nem szégyen kölcsön kérni. De nekem mindig mondták, Balcókám, fel is kell azokat nevelni, és nem akartam örömet szerezni a környezetemnek, hogy látják, hogy kölcsönt kérek. Bementem a postára, és megkérdeztem az ismerős postás kisasszonyt, hogy sokan nem jött pénz nekünk. Azokat a rózsaszín cédulákat, hogy végnyálaszta, azt mondja, nem Balcó, nem jött. Köszönöm, sokan, a fene egye meg, miért jöttem be, mondtam magamban. Hát rájöttem, hogy felkopott az álom. Hazamentem, és a ház hátánál köveket raktam le, sóder, homok, vassal elegyengetni, kalapácsom színbe ütni. Ott térdeltem a sóderbe, és egyszer 5 óra tájba jött a legnagyobb gyerek, és azt mondja, hogy apuka, kaptam 5600 forint ösztöndíjat letérdelni, mert már ott térdeltem a sóderbe. És néztem magam előre 3 méterre, ilyen bambád, és én ütöttem a kalapás nyelével helyére a követ, már 2 centivel mélyebben volt, mint kellett volna, hogy legyen. És mondtam magamba, bocsáss meg, uram, hogy bementem a postára. Mintha azt mondta volna, nem látod, beleláttuk a kasszádba, a pénztárcádba. A gyerek bement a konyhába, megmondta az anyjának, hogy megoldott a dolog. Kijött, és 10 méterről egymásra nevettünk. Ilyen azóta nem volt, de annál inkább volt olyan, ami olyan mérvű, hogy mondjam, segítség az Isten részéről, hogy álkötőt kéne kiosszak, ha elmondanám. Tehát volt ilyen döbbenetes, hogy mondjam, ajándék ránk figyelés a Teremtőnek. A legfiatalabb 16 éves, múlt legidősebb 38 éves, sokan végezték már egyetemet, van, aki most jár egyetemre, van középiskolás, aki érettségizik most, meg aki majd 2 év múlva érettségizik, de hát nagyjából mindegyik a egyetemre 2-en járnak, állásuk van a többieknek, nagyon nagy dolog. Manapság, hogy állása van mindegyiknek. Balcó Andrással hosszú évek óta együtt dolgozunk azért, hogy Magyarországon az élet és a család védelem megfelelő módon legyen képviselve. Ehhez a munkához, ehhez a jelenléthez óriási segítség az, hogy Balcó András nem csupán egy testi teljesítménynek, a sportban mutatott teljesítménynek kimagasló jelentőségű személyisége, hanem egy másféle teljesítménynek is, ezt a teljesítményszót nem szívesen mondom, de a termékenységnek is egy olyan csodálatos példája és mintája, amit a 12 gyermek megszülése, kihordása, fölnevelése jelent.
ezt egy olyan országban kell látnunk, tapasztalnunk, ezt a példát, ezt a mintát, amit Balczó András nekünk ajándékoz, ahol statisztikailag nem születik egyetlen egy gyermek sem, hiszen 0,8 azon gyermekek száma, akik egy termékeny nő esetében megszületnek. Balczó András ugyan ma este beszélt arról, hogy az ő gyermekük, az ő gyermekeik hogyan, s miféle áldás útján születhettek meg, hogy várták őket. Nem ez volt ugyan a ma estének a fő üzenete, de nagyon sokunk számára ez a fő üzenet, hogy szaporodj és sokasodj, és töltsétek be a földet, töltsétek be Magyarországot, mert idegenek jönnek, mert idegen népek, nemzetek, kultúrák sodorják el ezt az országot, ahol ma még magyarul beszélünk, ahol még ma magyar kultúra van, de holnap után ez föllazulhat, ez kikophat, a nemzet halál árnyékában vagyunk, és egy ilyen helyzetben óriási jelentőségű, hogy Balczó András bíztató, éltető üzenetet küld mindannyiunk számára, bátorítást, a Teremtő Istenbe való hitet, és az ő szándékára való ráhagyatkozást. Én szerencsés helyzetben vagyok abból a szempontból, hogy Balczó András szinte gyermekkorom óta ismerem, a legnagyobb fia, Marci, aki szintén 76-ban született, iskolatársam volt a Bármadasban. Most az én kislányom is oda jár már. Nekem egyelőre két gyermekem van, és mi is úgy vagyunk vele a feleségemmel, hogy András, hogy annyi gyermekünk lesz, amennyit az Úristen ad, ilyen szempontból ő mindenképp egy példakép számomra. Több előadását hallgattam el, én is hívtam meg őt egy politikai közéleti szervezet nevében már előadásra, de ott politikai dolgokról, közéleti dolgokról is beszélt, de számomra mindig azok az előadásai mondtak a legtöbbet, amikor a hitéről és a megtéléséről beszélt, illetve főleg arról, hogy hogyan élte ő meg ezt a mindennapokban, főleg a 12 gyermekével, azokat felnevelve. És ez számomra valószínűleg mindig is egy példa volt, úgyhogy talán nem véletlen, illetve ő is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a feleségemmel egy babahordozót készítünk éppen, egy Humbaba nevű babahordozót, ami nem is az a lényeg, csak hogy babahordozás, hanem nevelésről tanítunk embereknek. Pont ezekről a nevelési elvekről, keresztény és nemzeti nevelési elvekről írunk és tanítunk és tartunk előadásokat mi is, és biztos vagyok benne, hogy Balczó András hatása, amit gyerekkorom óta ért ilyen módon, hozzájárult ahhoz, hogy ma én is remélem, hogy bizonyos szempontból hitelesen tarthatok ezekről a kérdésekről előadásokat. Ő egy kimondottan szuggesztív személyiség, és nem csak mint én is egy nagyon kitartó ember vagyok, de őt azért csodálom, ahogy föl tud készülni világbajnokságról világbajnokságra, illetve azért a céljáért, amit hallhattuk, hogy nem is öncélú dolog volt onnantól kezdve, hogy ezt az olimpiát is megnyerje Münchenben, és ahogy eljutott odáig, amit ismerünk a Küldetés című filmből is, ott is kiderül, de azóta is az ő élete azt példázza, hogy kitartással és az Istenbe vetett hittel minden elérhető és minden nehézség legyőzhető. Mi is hasonlóképpen tapasztaltunk meg a feleségemmel, akár lehetetlen helyzetekben, hasonló isteni gondviselést és ajándékokat, mint amire ő is utalt.